Mikor lehet metszeni a korallberkenyét? Nyugalmi időszakban nem ajánlom. A növekedési időszak kezdetekor, a tavaszi fagyok elmúltával van az első időpont. Nem naptár szerint, hanem a növény szerint. Áprilistól legkésőbb augusztusig. Előtte és utána nem ajánlom. A fiatal hajtások fagykát szenvedhetnek. Áprilisi friss hajtásai intenzív vörösek, május elejére virágbimbós, a hó közepétől teljes virágzásban van 3 hétig, majd fokozatosan zöldre változnak a hajtások. Ha a gyönyörű virágzásról nem akarsz lemaradni, akkor körülbelül június-júliusban a legalkalmasabb a metszés. Megvárhatod, amíg a lombozat pirosból zöldre vált, hogy tovább élvezd a lángoló színeket. Ha a hajtások bezöldülnek, visszavágod. Nem sokára ismét élénk hajtásokban gyönyörködhetsz. Szeptembertől nem érdemes metszeni. Legalább 2 hónap felkészülési idő kell a novembertől beköszöntő hidegebb idő miatt. Ne aggódj! Nemigen tudod túlmetszeni. Nem feltétlenül kell metszened. Ha hagyod, hogy a természete szerint fejlődjön és van rá elegendő tér, lenyűgöző lesz. Évente akár 1 métert is nő, ezért az évi maximum 2 metszésnek vannak előnyei. Méretigazítás, ha túl nagyra nőtt, formaigazítás, ha alaktalan. Sok sikert a korallberkenye bokrok metszéséhez! Köszönöm a figyelmedet! További tippekért iratkozz fel a hírlevélre a www.abeliaskert.hu oldalon, és hogyha még nem tetted meg, iratkozz fel YouTube csatornámra, és kövess a Facebookon!